egy nagyon komoly munka lenne ott szőt újra megtalakítani szőlőre, és ugye semmi lány, akkor ez egy felső, tehát az, hogy megálltam oda, hogy dolgozzak semmi is, csak hogy úgy van a kertben, tehát ugye meglátogattuk Dr. Trét Soproni magányában. Jó napot kívánok! Kis kezét csókolom, kedveském. Ó, kedveském, csak nem a tévéből ismerjük egymást. Megesett. Alkotói válságba kerültem, az történt. Miután végeztünk No Limittel, az utolsó lemezünkkel, teljesen kifogytam az ötletekből. És ilyenkor alkotói szabadságra szoktam menni. Ez évente 5-ször, 6-szor, 10-szer megtörténik. Ugye milyen szép a környezet? Itt vagyunk a soproni lővérekben. Gyönyörű idő, nagyon kevés vendég. És mik a tervei jövővel kapcsolatban? Az a tervem, hogy mire visszaérünk, ez a bajusz részem, ez gondolom látszik, hogy itt már egy picit nő. Itt ez egy picit benőtt, itt egy szőrtűző, ez azért van itt ez a pont. De ez a bajusz részem, ez megnőjön legalább egy fél centisre. A következő tervem pedig ez a harisnya. Ezt a szint és ezt a formavilágot szeretném bevetni legközelebbi színpadi fellépésemen. És azt is szeretném, hogy ebből divat legyen. És azt terveztem, hogy ide oldalra ide ráhímeztetem azt, hogy Dr. Tré Design. Gondoltam, hogy hát egy csomót el tudunk adni belőle, amiből megcsináljuk a következő lemezt. Van még valami kérdések is? Köszönöm, Dr. Tré, nem továbbra is nagyon kellemes időtöltést és jó pihenést kívánok. Nagyon szépen ezen köszönöm. Ezen a csodálatos tájon.